a művésztábor tagjait és a megjelent vendégeket, köztük dr. Fazekas Sándor és F. Kovács Sándor országgyűlési képviselőket, Huba Imrét a megyei közgyűlés elnökét, Molnár János polgármester köszöntötte és idézte fel az 1995-ben Körmendi Lajos író által elindított festőtábor múltját. Már a közel 140 művész járt a Bereki táborban. Közülük ma is többen itt vannak és alkotnak. A Nemzetközi Művésztelep új művészeti vezetője Szakács Imre is köszöntötte a megjelenteket és a festőket, akik egy hétig alkotnak Berekfürdőben a Kopac Mária kiállítását, melynek különlegessége, hogy a művész maga készíti képeihez a keretet is, Lévai Anik úgy nyitotta meg. Megható gondolatait és a felolvasott örményverset a művész hálával és barátsággal köszönte meg. A műsorban közreműködött Kocsis Csaba előadó művész. Az Enyém az Elmok Birodalma című könyvet, amelyet a festőnő írt férje Alföldi László, nyugalmazott kolozsvári főkonzul ajánlotta a jelenlévők figyelmébe.